Szeretettel üdvözlök mindenkit a Division című játék folytatásában. Ez Klánci Tamás divíziója egyébként. Az első rész, hogyha valaki esetleg kíváncsi rá. Iszonyat hangulatos a havas New York városa, amit ugye teljesen leképeztek, és minden irányból be is járhatjuk a területet. Szóval ott tartottunk legutóbb, hogy mindenféle mellékküldetéseket teljesítettünk a környéken, valamint csináltunk, mi az, hogy adottság nincs kiosztva? Csináltunk főküldetést is egy darabot. Hogyan lehetett ebben a... Várjál. Nézem, hogy mivel lehet ezeket az adottságokat kiosztani, mert állítólag egyet nem osztottunk ki. Hogyha valaki nagy sztárja ennek a gémnek, kérem segítsen. Nagyon szeretem ezt a játszást, csak már nem mostanában játszottam vele. Érdekes amúgy, hogy ez ki is maradt ennek a végigjátszása. Dosszié, csoportkezelés, eszköztár, erszények, kinézetek, kiosztások. Még jó, hogy magyar, nem? Mert így legalább fogalmad nincs, hogy mit kellene csinálni. Vagy lehet, hogy a főbázisban kell ezt megcsinálnod? Na jó, hát akkor szerintem elindulunk. Rejtek hely, a Kermán stációban álltunk meg legutóbb. Szerintem megyünk tovább, és ide lentre. Van egy találkozás, innen mehetnénk esetleg keleti irányba. Még ezt a találkozást egyébként még, tehát hogy még hagyhatjuk is egy kicsit. Ez már meg van csinálva? Napalm előállító üzem. Igen, tényleg, amikor elővettük a játékot újra, akkor csináltuk meg a napalm előállító üzemet. Ugye tovább mennénk keleti irányba, itt is van egy rejtekhely, és gondolom, hogy ez a küldetés 20-as szintű. Menj már, de hát én még nem vagyok 20-as szintű, sőt, eléggé csicska vagyok. Lehet, hogy bejövünk erre. Kimentési terület, ez a Dark Zone, akkor én de nem fogok bejönni mellé küldetéshez. Fedezd fel a fekete zónát. Hát engem ott úgy megvernek, hogy összefosom magam. Hihetetlen, hogy akárhány játékot játszol, korábban én is meghozol a kedvem az újrajátszáshoz. Hát mert ezek zseniális jó címek. Itt van egy 12-es főküldetés, ide fogunk menni. Times Square-re megyünk? Rhodes elmondja a részleteket. Helyzet a következő, a helyi transformátor kezd elszállni, ami feszültség ingadozásokat okoz a rendszerben. Ez a rendes körülmények között nem nagy gond, de rendes körülmények rég nincsenek erre felé. Szóval, hogyha ez így megy tovább, sziget összes alállomása kifekszik, amit ugyebár nem szeretnénk. Aha, és akkor jöhetnék akár innen is, vagy mehetünk az utcákon is arra fele, és közben mindenfélét is felfedezhetünk. Menjünk gyalog! Amikor van még haverom, kérdez, hogy PS5-en hogy kell ezt meg azt beállítani, alig bírom elmagyarázni nekik, mert nekem angolul van. Ja, most nekem is ilyen meglepő volt, hogy mit hol kell, de azért... Figyelj, bemegyünk majd a bázisra, szerintem ott csak megtaláljuk, hogy hol van ez a... Ah, itt van loot. Hogy hol vannak ezek a képességkiosztások. A háromféle, amire adod a fejlesztést? Ez hogy? A karaktered arca hogy néz ki? Ezt sosem tudjuk. Szerintem egy jó éve nem vettük elő a játékot már. De inkább talán több is. És emiatt fogalmunk nincs, hogy... Hogy nézheted ki még azelőtt, hogy télapóvá át nem... Télanyóvá. Ő egy nő állítólag. Át nem vedlet. Szia Zsolesz, hogy vagy? Mi a helyzet? Igen, szerintem is 11/10-es a survival. És szerintem az alapjáték is 10/10-es. Egyszerűen egy zseniális hangulata van. Ebben a játékban, hogyha egy kicsit jobban odafigyeltek volna, hogy ugyanezt csinálják meg a folytatásában a második részben, de survival elemekkel az iszonyatosan nagyot mehetett volna. Tehát, hogyha ilyen scam szintű, tudod, vagy amit szoktunk látni, első segélycsomagot adok ennek a hölgynek. Köszönöm a kedvességet, mondta és azzal elment. Tehát, hogyha lehetett volna ilyen tényleg survivalosabb. Jó, leveszem a maszkot, igen. A Istenem, Kata! De hátulról állunk, az a baj. Vagy nem, mert a kinézetet kell ilyenkor megváltoztatni, ugye? A gyűjtemények 3/25. Hát azt sem tudom, hogy hol kell ezt csinálni, a karácsonyi kalap. Hol a maszk? Csíkok? Vulkán. Ez jó? Ott is van. Na, látod? Egy nő. Lehetünk? Oké, megyünk, viszlát. Remélem eleget láttad. Klippeld ki és nézegesd majd napközben is. Kedved vissza. Most miért vagytok ilyen? Jaj, a kutyák itt párzanak. Jaj, Istenem, majdnem felborultam benne, de aranyos. Szia, Suzi, jó estét. Hogy vagy? Mi a helyzet?
magyarul olyanokat tudnak fordítani, régebben pár okostelefonommal roamingot adatbarangolásnak fordították. Csoda, hogy nem hatálja meg az ember. Adatbarangolás? Tehát amikor utazol és bekapcsol a roaming, akkor adatbarangolsz, beszarsz, behúgyozol. Az nem semmi. Azt én sem következtettem volna. Szerintem a roaming magyarul is roaming. Nem veszek egyetek, mert előveszem a fegyveremet, de itt mindenki meghal. Húzás van innen. Na azért. Nehogy már izé itt verje a nőt az utca kellős közepén. Menjenek szépen haza, azt ott csinálják. Survivor mondott valahogy free to play formában adja ki a Ubisoft, szerintem nagyot vitt volna, akkor az volt a Battle Royale őrület hajnala. Ja, egyébként igen, igen, ezt valószínűleg úgy kellett volna megcsinálniuk, ahogy te is mondod, hogy az hozzá lehessen férni. Aha, hát a HP csökkenés az... Azért az látszik, hogy problematikus. Inkább át is váltunk egy... Amikor behúz a sniper, ugye? Készülök adni, egy kicsit még jöttem dumálni. Na mesélj, hogy vagy, milyen napod volt ma? Jaj! Jaj! Ő is megijedt tőlem. De hogy került ide, amikor nem is láttuk, hogy jön? 20 éve tuti roamingnak hívja az összes szolgáltató, a Google nem keresett rá, hogy van itt. Ja, lehet, hogy a Google, aha. Információs szuperstráda. Beszarsz. Az internet. Itt van egy telefon, egyébként azért jöttünk ide, mert fel akarom venni annak tartalmát, és azt nézem, hogy itt is van egy láda, ez viszont lootbox. Az álcázható mellény. Az, hogy hogyan lehet álcázni a mellényt, hogy valami kis álcázással mondjuk nadrágnak mutatod, és akkor hülyén veszed fel a testedre, vagy milyen egy álcázható mellény? Valaki liheg a telefonba. Valaki zihál. Rick, hi. Rick, szevasz, végre, egész nap vártam, hogy hívd. Van itt valaki, aki alig várja, hogy beszéljetek. Szóval ez egy zaklató? Miki, te vagy az? Kiütött belé egy fia, marra tanítottak, hogy éneki ébredel ifjú hölgyeket zaklas. Jobban neveltelek én téged annál. Érdekes volt. És ez a Ricky fiú tényleg nőket zaklatott? A káosz kellős közepén? Nem elég, hogy az emberek azzal kellett, hogy foglalkoznak, hogy hogyan kerüljék el a szupervírust, és hogy hogyan... De ez honnan? Ez fent van a tetőn? Vagy hol van ez az enemy? És hogy egyáltalán hogyan tudjanak enni, ráadásul még zaklatók is voltak. Nagyon sok stressz csokit ettem ma meg, közben meg nagyon sok cuki pillanat is volt, furcsa egy nap volt a mai. Ez aranyos. Ugyanúgy. De vigyázz, mert én azt hallottam, hogy ez a diabetes téma ma már itt előkerült nálunk, úgyhogy vigyázni kell nagyon. Survival módot én is szeretnék majd játszani. Jól hallom? Oda nézz, ott van egy drón. És ezt ki kell lőni? És akkor oda leesik valami. Igen, ám csak ezeket a titkos dolgokat amúgy annyira nem kell szedegetni a játékban, mert amikor level 30-at elérsz, és akkor veszed fel ezeket, akkor sokkal-sokkal több mindent kaphatsz általuk. Oké, hogy a végigjátszás során szeded elő a sztorikat ezekből. Nézd, és akkor most megtámadnak, mert leszettem a drónt. Menjünk hátrébb. Nem is nagyon van védelmem. Azt nézem, hogy itt van valami tárgy, de nem látjuk, hogy hol. Hol van? Ja, itt alattunk volt. Mit kezdtem el mondani? Na ne csináld, hogy itt is tele van az inventorim. Hallod, a Nioh 2-ben is tele volt az inventorink. A tegnap a Dragon's Dogmában is tele volt az inventorim, és most meg ebben is tele van. De szerintem túlságosan gyorsan megyek előre a játékban, és nem foglalkozom azzal, ami fontos volna, hogy mindenféle hülyeséget kiszedjek innen. De kajak mindegyik játékban. Loot Goblin. De hát ezeket nem hagyja ott az ember, nem? Hogy földön kallódjanak a fegyverek, érted? És hogyha a civilek kezébe kerül, szétszerelés.
Na és azok a fegyverek maradtak meg, amiket használok is. Nagyon jó. Most már felveltek még több olyan fegyvert, amit szintén nem fogok használni. 400 méterre van a Times Square elektromos reléje. Ez egy fő küldetés lesz, amire most rámegyünk. Majd Rhodes elmondja, hogy mi a helyzet, hogyha odaértünk. Egyébként 2 darab medkitet osztogattam szét eddig a rászorulók között. És ezt úgy mondom, hogy 4 van összesen. A játszótéren nagy a parti, úgy látom. Nagyon rángat a fegyver. Ezt előtte valaki. Mind a 2 csapat ellenséges számunkra, de egymás ellen is vannak, úgy látom. Imesztél ma emotot? Na és kell valami másik? Szóljál. Hogy sikerült? Olyan lett, mint amilyet szerettél volna? Ez egész szép lövés volt. Ki fog nézni vajon vagy sem? Hogy rejtőzködik a csávó. Köszönöm, őset, Mokét még nem kezdtem. Hát nem is, amiénket csinálta. Figyelj, ez nem tudom, mikbe van. És megverjük egymást, nagyon elhiszed? Egy nőre így rám egy puskatussal. Szia, Clefán, jó pihenést, köszi, itt voltál. Szevasz, babám, úgy néz ki, beugram New Yorkba. Hadsereget küldik Manhattanbe, ilyen nagy a gáz. Nemzeti gárdát, babám, és semmi mész, azért jövünk, hogy segítsünk a rendőrségnek meg ilyesmi, és nem kéne tudnod. Senkinek egy szót se, majd hívnak, ha kialakul a dolog. De hogy jönnek a JTF-esek, aha. Még szarul állnak a dolgok, hogy Jane. Zárkózz be, ne menj sehová. Nagyobb ennek a füstje, mint a lángja. Aha, hát nem. Hát közben aztán kihalt az emberiség, bajt, hogy nem. Itt. Egyébként tiszta kemény ez, hogy ennyire hasonlít ez az egész a Covid-hoz. Ami aztán a játék megjelenését követően végig söpört a világon rengeteg áldozatot szedve. És így sem halt ki az emberiség a Covid által sem, sőt meg sem tizedelődtünk, hála a Jóistennek, vagy nem tudom minek. De érted, mit mondok, hogy mennyire meredek ez az egész sztori. Covidból is lehetett volna valami szuper durva dolog is. Milyen szerencsénk, hogy nem úgy mutálódott. Egy hali szót könnyű megcsinálni, muki, cuki, cicákat még nehéz. Gyúrnod kell még erre a hímzésre ezek szerint. Gyúrnod kell. Végül is csak le volt zárva a félvilág. Jó, mondjuk ez is igaz, hogy azért odafigyeltek az emberek arra, hogy nem utazgatunk, hogyha repülő van, akkor azonnal ellenőrzés. Ne hurcibáljuk szana szét, de így is eljutott mindenhova ettől függetlenül persze, és az a legfélelmetesebb szerintem ezeknek a vírusoknak az ügyében, hogy... Jó, hallottam? Szerintem itt is van egy drón valahol. Közeledünk a Times Square-re, hogyha a Times Square-t ismeritek, ez egy nagyon híres helye ennek a városnak. Amikor észrelnek egy ilyet, akkor késő. Ja. Remélem tudod, hogy mennyire hálásak vagyunk, mondta egy nő. Ez még nem lehet a Times Square. Még egy kicsit odébb kellene, hogy legyünk. Na, opa! Opa! Jó, van damagénk. Látszik, hogy most már itt egészen értelmesen tudok menni előre. Amíg egyének dönthetnek és ja, én bemegyek dolgozni, akkor is nem csodálkozhatunk a terjedésen. Igen, egyébként ez is elég durvi dolog, hogy sokan megélhetés véget úgy döntenek, hogy nem mennek el táppénzre. Meg túlórákat vállalnak el, aztán mindenki más meg lebetegszik a környéken, azért elég durva cucc ez. Ez valami nagy. Azt hittem, hogy ez valami nagy stadion, de nem. Vagy lehet, hogy de. Néha azt hitted, hogy háború lesz a vírustagadók és az EU-sök között. Ennyire úgy, vagy teljesetek az egészségügyben dolg? Meghalt a nő, akinek segítségre kell. Jó, de nem tudtam, hogy az ott van a francba. És
segítségre szorult volna. Itt állítólag van lent valami. Megnézzük, ezt később adnak hozzá, azt hiszem egy DLC-vel a Subways-t. Itt tehettem volna, hát igen. Mondjuk nem kellett volna oda menni. A nőre egyébként nem triggerelt, csak rám. Halljuk, hogy itt mászkálnak, legalábbis hallottam valakit beszélni. Automatákat gondolom már kifosztották, itt állnak hegyekben a hullák, látod ezt? Uramisten. Tele van a metró, ez egy hullaház. Wow. Az egésznek a morbiditása, de annyira nagyon-nagyon jól van kitalálva ez az egész játék. Nézzük, hol vannak az enemik. Jól irányzott szarlövések peregtek. De ez... lehet, hogy át is mehetünk a föld alatt egy másik helyre. Egy másik állomásra. Egyáltalán nem arra megyünk most, amerre menünk kellene, mert megláttam ezt a helyet és be akartam menni. Ez a nagyszerű ebben a játékban, hogy ugyanúgy megvan az a felfedezés öröme benne, hogy most érted, mit csinálok, éppen nem használatos metrólagutakban megyek. Milyen szar lenne, hogyha szembe jönne a metró, ugye? Kihaltságtól fogott el annó a rossz érzés, metrónk az egy csúcsidőben vagy öten voltunk fent. Ja, hogy csúcsidőben a metrón csak öten voltatok, ja, értem. Nálunk most már úgy van a Covid, hogyha szarul vagy maradj otthon, mint egy influenza, nem akkor menjél. Igen, igen, az emberek elkezdték ezt ilyen könnyedén venni, úgy látom. I like trains. I like turtles. Active echo beacon detected. Itt van egy echo, nézzük, mi történt itt. Szemben enemik, jó sokan. Azok elit csapat. Füstös! Ez egy elit team, óvatosan. Inkább egyet öljünk meg. Balra nem jött ki senki. Ó Istenem, hátam mögött ott vannak, ugye? Francba. Azt nem vettem észre, hogy innen is jönnek. Jaj, én nagyon nagy butaságot csináltam most. De legalább megtudtuk, hogy itt lakik lent egy elit. Nagyon sajnálom, hogy nekem ez kimaradt, annó pedig olyan jó játék. Én nem tudom, hogy miért nem nyomod egyébként. Hát még ma is lehetne tolni, meg már biztos, hogy nagyon olcsó a Divi 1. Jézusom, nagyon messze vagyunk. 300 méter újra. Nem baj, belevágok, mert... Az országvezetése mondta, ez kb. Egy éve így van. Igen, igen, ezt én is furcsáltam, hogy most is látszódott, hogy újra feltámadóban van a vész. Csomóan betegek voltatok. Anyukám beteg volt, érted? Én meg már nem is tudom, hogy mit gondoljak. Mármint olyan értelemben, hogy én nagyon erősen elbarikádoztam magam, hogy nehogy valami gáz legyen. Van nekem elég alapbetegségem alapból, hogy ne kockáztassam meg még ennek is a felvételét, úgymond, és... Hát, érted? Manapság meg már annyira félvárról veszi mindenki. Pedig közeli családtag is hunyt el Covid miatt. Pont egy éve karácsonykor. Tehát, hogy... két éve. Tehát ez... Az ember nem tudja, hogy most akkor tényleg izé... fosnia kell neki is, vagy... Nyilván úgy csinálok mindent, hogy mintha fosni. Tehát, hogy nem megyek sehová, maszkban megyek ki, még mindig vásárolni, meg ilyenek. De ez félelmetes látni, hogy másik oldalról viszont meg hányan nem gondolnak erre, hogy... valóban komoly dolog van. Mostani variánsok nem annyira veszélyesek, aha. Ezek bántani akartak valami nőt, ha jól láttam. Hoppá! Az honnan jött? Sőt, még többen is vannak. Hallgassuk meg, mi van itt a telefonon. All about control. The one world government, they tried it after 9/11 with the flu vaccine. That didn't work. So now this engine is another false flag. It was a civil war of the free world. 9/11? You were 8 years old. Will you ever shut up about this conspiracy shit? Hello? Again. Hello?
keményen nyomta a csávó itt a összeesküvés elméleteket a telefonban. Érdemes ezeket nagyon is meghallgatni, és nagyon is jók ezeket így... Mindenféle random embernek a szövegelését, tudod. Szerintem ezekhez nem is kellettek konkrét szinkron színészek, hanem tényleg így a bent lévő dolgozókat is fel lehetett venni, hogy ilyen kétségbeesett beszélgetések, meg ilyen konteók, meg ilyenek. Marha jó. Endémiás már a vírus. Velünk marad egy idő után, nem fogunk különbséget tenni közte meg az influenza között. Aha. Szerintem itt lesz a Subway, ahol lementünk kb, nem? Itt is van egy Echo. Nem is néztük meg azt a izét, az Echo-t ott lent, de majom voltam. Semmitől nem félek. Szevasz Kaliberhun, jó estét kívánok! Én azoktól az emberektől szoktam félni, akik első alkalommal csetelnek és nem köszönnek nekem. Michael Dufresne. Második rész. Tisztogató körjárat a fésülját, az utcákat a fertőzés jeleit kutatva. Ott elemik vannak. Ezek ott vannak. Ezek az elitek, akiket láttunk. Ezek azok, ez füstösék. Azt a mindenit? Na. Nagy a baj. Hogyan kellett healelni? Így. És még egy, nem jó cooldownom van a francba. Az elitet megöltem amúgy. Még mindig nem tudok healelni. Tudtam healelni, minden rendben. Arrohat mindenit. Jézusom! Menekülés van. Szarás van. Nehogy már megöljetek még egyszer, Plash. Léci, ne öljetek meg, Plash. Áh, francba! Jó, ez egy elit csapat akkor is. Én se, feleségem se, a gyerekek nem voltak betegek, ellenben a szüleim igen hamar meggyógyultak. Milyen szerencsétek van. Nem mindenki gyógyult meg, sajnos. Influenza is sok embert el szokott vinni, sajnos. Hát ez így van. Nem tudom elképzelni kontrollerrel. Én billentyűzetegérrel nem. Az a baj, hogy te meghalsz, mert kit érdekel egyáltalán az ilyen emberek, a hordozók például azokat fertőzik meg, akik kitettebbek, ja. Tartnájt így esélytelen kirülni rajta, hogy robbanjon. Nehogy azt hidd, a PS Maestro-k olyanokat nyomnak, beszarsz. De most például teljesen szerencsésen előttem a tartályt rajta, már csak vissza kell mennünk a hullánkhoz, most ki is jelöljük, hogy hol haltunk meg. Ide kell visszamenni, mert itt áll a loot, amit eldobott, bár nem tudom, lehet, hogy nem dobott el semmit sem. Ez eddig mindig jó szórakozás. Szevasz Gábor P, hogy vagy, mi a helyzet? Figyelek? De most lőttem el a tartályát az elitnek, nem láttad? Nem, de tényleg a PS Maestro-k azok valami brutális, hogy nyomják. A múltkor kipróbáltam az új kodot, és valami nevetségesen erősek voltak. De ilyen... De egyébként szerintem billegérrel játszottak a legtöbb. Csak ugye... Ez nem feltétlen jön le. Mindenki, tehát én legalábbis még az a retro figura vagyok, aki azt hiszi, hogy egy konzollal az emberek kontrollerrel játszanak. Aztán meg a nagy péniszt azt, mivel hogy az egyik másik bevitte a billegeret, mert a PS5-ön már azt is lett, onnantól kezdve szerintem az összes majom elkezdte ezt utánozni, és onnantól kezdve az, aki kontrollerrel megy be, az jól megszívta. Időd nincs annyira precízen, pontosan mozogni, és annyira gyorsan, mint ahogy ők teszik azt. Félelmetesek. Mint hogyha PC-n játszanál. Csak hát nyilván te durva handicappel teszed ezt, ott valami kéket dobott el. Echo available for playback nearby. Ó, nagyobb tár. Jól jön, oké, visszük. És akkor most már le sem kell mennem a Subway-be, mert ugye az elitek kijöttek. Ezt az Echo-t, ezt aktiváltuk, megvizsgáltuk. Itt volt a hullánk helye, és mehetünk is tovább a főküldetésre. Ide. Agent, we have a serious issue with the electrical grid in Times Square. Osomnak semmi baj nem volt, anyósom szegény ennyire szenvedett. Ismerek olyat, aki belehalt. Mi lenne, hogyha ugornánk, mert nyílik a láncfűrész? És azt mondom, igen, hogy nekünk is családban közeli hozzátartozunk, hunyt el a Covid-ban. És nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy ez az egész semmi nem volt. Nem lehet ezt mondani. Aki ezt mondja, az egy ignoráns pénz. És ezt üzenem annak, aki beír ide, és nem köszön be, és
elkezdi azokat a hülyeségeket osztani, hogy már pedig neki ilyen egyszerű volt, meg senki nem esett bele, meg a szülők, meg izé, meg könnyen túlestek rajta. Hát nem mindenki, és ne legyünk ignoránsak egymással szemben, ahol 40 ezer emberen meghal egy országban, azt nem lehet fél várról venni. Kösz a kérdés, megyek elsőjén hajnalban egy jeges vízbe, csobban éltem először. Na, az jól hangzik, milyen jeges vizes csobbanás? Szóval, Times Square, elektromos relé, 12. szintű küldetés. Orfű. Nehézségállítás most nem lesz. Bár a 12-esre lehet, hogy bemehetnék 3-ra. Legfontosabb feladatunk életre kelteni a transformátort, miatt az egész környék elsötétülne. Mondom majd, hogy mit és hogyan kell megjavítani. Menni fog, remélem, Jesus. Ez itt a Times Square. Kezdjük az elején nyitásnak, lecsapjuk a biztosítékot. Bármint maga csapja lehet, tudom, nem hangzik logikusan, de bízom bennem. Egy hatalmas karanténzóna van itt előttünk, de rohadt menő. Ez már a Dark Zone-ot szerintem. Annyira szeretem ezt a játékot, hogy ilyen helyszínek is benne vannak, és ott állsz, és csak nézed a gigantikus felhőkarcolókat, mint hogyha hullák vannak az utcán, tehát érted? Kocsik szanaszéjjel, látszik, hogy kordonok vannak, próbálták terelni az embereket, karanténzóna, ilyesmi. Iszonyatosan jól van megcsinálva. Nagyon-nagyon hangulatos. Nagyon szeretem ezt a gémet. Mindig saját tapasztalatomban vonok el következtetéseket egész világra vonatkozóan, ignorálva minden más, hiszen ez így logikus, természetesen is büszkélkedek velem, amikor csak lehet. Jó van, nyugi, ne szívd merre. Szevasz, Venka, jó pihenés, köszönjük, voltál. Uberkedés következik, ez is baj az emberekkel, hogy nem vagyunk hajlandóak tanulni csak a saját hibánkból, néha még abból sem. Ja. Semleges is, de a Rikers fegyenceket. Ez a Rikers fegyencek, ezek olyanok, mint a Pókember Rikers fegyencei? Kijöttek a szuper gonosz tevők? Vannak egy-ketten. Akkor szerintem lerakok egy töretet ide fentre. Jaj! Ezt hogy csinálta? Milyen csasszézott, mi? A fickó még mindig van balra is. Már nincs. Még jó, hogy a töretem segít. Van még enemy? Headshot! Jó, kapcsold le az áramot. Ez a következő feladatunk. És erre kell menni itt a Subway-ben. Jó, de mi lenne, ha megnéznénk, hogy ők honnan jöttek? A lehetőség elméletileg adott. Lehet, hogy találunk itt valami lootot, vagy bármit. Ilyenkor lehet, hát legalábbis szokott lehetni. Nincs ilyen kifejezés, ugye? Szóval, hogy általában lehet lootolni itt a... Aha, és van is. Azokon a részeken, amiket alapból nem néznél meg egy küldetés során. Nekünk hatalmas szerencsénk volt, hogy nem volt ismerős, aki áldozatú eset, mert a számok félelmetesek voltak, nagyon sajnálat, hogy őket hozzátartottak, nem szértettem a szeretném. Szerintem nagyon durva volt az, hogy az egészségügyisek milyen szinten durván állták a sarat, és hogy annak ellenére, hogy lószart nem keresnek, azért ott voltak, és volt nekem olyan ismerősöm is, aki mentősnek készült, és felköltözött a nagyfaluba, albérlet minden, és alá kellett írni egy olyan papírt, hogy bármikor áthelyezhetik, nyilván az idősebb egészségügyi kollégákat nem fogják ugye az otthonuktól távolra helyezni, hanem a szindiket, a fiatalokat, akiket egy másik helyre át lehet csoportosítani, hogyha ott van rájuk szükség, érted? Tiszta durva volt. Most csaptuk le a biztosítékot. És már hozzányúlhatunk a transformátorhoz anélkül, hogy megsérülnénk. Én nem vagyok átvenni az irányítást, mondja Féleú. Mert a kamerák képe elveszett volna a helyiségben lévő tetemeket a division ügynökeiként azonosítottam. Minden más félreteszünk, mi ki nem derítjük, hogy mi történt. Szövetségi izé van. Aha. Van rendőrállomás a közelben, rögtön küldöm a pontos helyét. Ott tárolják a föld alatti térfigyelő rendszereknek gondolom a kamera képét. Szóval, amikor lekapcsolódtak a képek, akkor ezekről kiderült, hogy division ügynökök voltak.
És akkor azonnal meg kell, hogy tudjuk, hogy mi történt velük. Max Payne-t készülő reméket jutatja eszem, hogy New York városi környezet aluljáró kovér. Nagyon kíváncsi ezek, mi ez az új változat. Mivel én nem játszottam az első részét annak idején, nem volt meg nekem, ezért nem tudom, hogy milyen lesz, és nem lesz összehasonlítási alapom sajnos, az egy olyan fajta végigjátszást tudok majd csak csinálni belőle, ami azt mutatja be, hogy új játékosként a Max Payne univerzumban milyen a játék. Még általában szoktam ezeket a régi epikus játékokat ismerni, és úgy mutatom be őket, hogy régen milyen volt, most milyen. Érted? Tehát, hogy van valami összehasonlítási alap mögötte, de itt ebben az esetben nem lesz. Úgy lövök, mint öreg anyám. Jó van. Ez a húzigálás, amikor balra átmenő targetet akarsz elkapni, mindig rohadt nehéz. Assz, beperdült. Fresh, frejtás. Kösz szépen a követést, üdít nálunk a vészkorusban a Fresh-re elmondatunkat. Hogyha Division-t játszanál, királyarc vagy. És az jönni fog onnan? Nem, ezek több irányból jönnek most ránk, erre vigyázzunk kell. Hogy lehet az, hogy nem játszottam még vele soha? Úgyhogy nekem a Diablo 2 volt meg, és azt nyomtuk 0-24-ben másolt lemezről. A Max Payne abban az időben szóba se jöhetett, annyira Diablo fanok voltunk a haverokkal. Ez egyik erős. Jézusom. Hol ez a majom? Lerohannak, nagyon durván. Oda rakjunk ki egy köretet. Az újratöltés hiánya, ugye? Megmutatkozott, hogy nem figyeltem oda. Igen, mert annyi idő eltelt, tudod, hogy most meg már... Hogy lehet az, hogy még több hostile jön? Annyi idő eltelt, hogy ilyenkor meg már elővenni, érted? Minden is fontosabb volt, mint az a játék. Csáll. Köretem kiment. Az életem is ki fog menni hamarosan, ha nem vigyázunk. Ott már elitenemik jönnek. És ilyen durva arc, de szép volt. Aha. Azzal lesz több gond még. Azzal nem lesz több gond. Szeretem, hogy a kocsikon át lehetett lőni. Jézusom, ez egy sniper? Igen, lent van. Dobjuk ki azt oda. Ezt megcsinálom. Már megint nem töltöttem be, hogy lehetek ilyen majomarc? Jó, a sniper nem fogunk tudni lőni, mert letartja. Ott van, hál' Istennek, kidugta a feje búbján. D2 végigjátszás, igen, van a csatornánkon, bizonyám. A Resurrected-et vittük végig. A, mondjad már melyik kasztal, már nem is emlékszem melyikkel. Billegyvizet használat, meg kell nézni a CCTV-t. Biztosítsam a területet. Azt a mindenit! Már megint a sniper jön. Lehet, hogy meghalok. Amíg ezt nem intézed, addig... Oké. Jó, szóval, hogy valami Warrengé terrautót kell megtalálni. What we need to get this up and running again. Most ez minden keretében működő biztosítékra van szükség. És itt egymást fedik a küldetések, ugye? Warrengate kell. Tehát nincs dokumentálva, annyit tesz, hogy nem hajtották végre, és az alkatrészek a kocsiban vannak. Értem, szóval ez a Warrengate terrautó, ez arra volt ide küldve, hogy megoldja az áram problémáját. Jó, értető. Csinálom.
Gyönyörű headshotok pörögnek most, nem tudom, megszállt a kezemet a sniperisten. Bizony, hogy van a Resurrectedből, és szerettem is, az egy jó végigjátszás volt. Bátyámmal játszottam, néztem sokat, ahogy tolja, legyűgözött, mindig volt benne valami hardborzik, a kicsi volt, amikor az volt. Igen, persze, hát azért az nem egy gyerekjáték. Max Payne, ezt még én is tudom, hogy az egy gyerekkel nem játszhatnám. Már itt van egy láda, amiből restockolunk talán, ugye? Igen, igen, restock láda, jó lesz. Képrabé lőszer, mesterlövész puska lőszer. Kedvelem ezt a helyet. Szávasz kucsáj, ha sinálj, hogy vagy mi a helyzet? Mi lesz holnap? Mit szeretnétek, hogyha lenne? Van valami különös kívánságotok a csatornánkra így? A reminder. Access is strictly prohibited without level 3 biohazard protection gear. Level 3-as védelmi felszerelés nélkül tilos oda a belépés. Karantén zónába. Találd meg a Warrenger terrautót. Mindjárt meg lesz. 13 évesen már nyomtam, alig ment a gép, mert akkor elég volt, egyetlen leindult. Ja, igen, igen, az Unreal-t emlékszem. Unreal Gold. Megkaptuk a PC mellékleteként. Szartunk rá, hogy akadozott végig. Totálisan. Ha itt lehet bemenni, gondolom a Dark Zone-ba majd, hogyha befejeztük a küldetést. Érdekes küldi ez, mert nem bent vagyunk egy elszigetelt helyen, hanem kívül. Össze-vissza küldözget, hogy merre keresgéljem. Ott van egy enemy. Kettő. Ezzel a Warrengét? Energia New Yorknak. Igen, igen, alkatrészek felvétele. Ez ugye nem olyan, amit hordoznom. Holy shit. Jó, hát ezt akkor vinnünk kell, kis pisztoly. Odáig el kell hurcibálni. Remélem nem túl nehéz. Ha meghúzza magát munkaközben, jogosult panasztani a munkakörülmények miatt. Aha. Nem tudsz utalni, de tudsz. Várjál, ilyenkor milyen, hogyha kilőném előre, ami ellenem jön. Kidobott valamit oda? Jól láttam, az megvan. Hogy elmozdult ez a doboz mellettünk balra, ez tök tetszett, hogy meglőtték és bemoccant. Vihetjük tovább. Az baj, teljesen egyetétek Móki Botra a kövi évet illetően. Miért? Kétségbe vonható, hogy várja az új évet? Na hát jó, de ez mindig csicska. Velem mizuka van? Hát egész nap pakoltuk a bútorokat össze. Itt volt nálam a család, és tök jól el voltunk. Anyukám csinált nekem egy nagyon finom zöldséglevest. Olyan igazi anyukaféle zöldséglevest, amit nagyon szeretek. Ezt megdobta. Húzás van hátra, menekülés. Kapsz egy töretet szerintem oda, az jó lesz neked. Ez egy gránát. Fuck me. Egészen jó helyre álltak most, úgy látom. Az jó volt. Meg van minden? Vihetjük tovább a cuccost. Szenvedünk most, hogy tovább vihessük az alkatrészeket, de összességében egy marhára jó kis küldetése szerintem. Élvezetes. A töret reméljük még segít egy darabon. Ez egy fegyverkészlet. Oda kell bevinni talán abba a generátorba. Ez egy akkumulátornak tűnik, de közben balra mindjárt támadni fognak. Így van. Jézusom. Elejtette a gránátot. Alkatrész elhelyezés. Tedd már be! Jaj! Jaj! Oké, megvan. Csatlakoztasd újra a biztosítékot. Aha, majd mindjárt.
Egy töretet kidobok oda nekik. Van ebben nehézségi szint, de van bizony. Van bizony. Én most a normálban megyek, az erőzőeken okulva. Van hard mód, és szerintem van kihívás mód is, hogyha esetleg már nagyon szuper OP-k lennétek a haverokkal. Hogy húz felfelé, hogy rángat? Tehát, hogyha összeálltok a haverokkal, és már nagyon magas szintűek vagytok, és ilyen farmolnátok valami gírt, vagy egyebeket, akkor lehet ilyen extra módokat is. Felrobbantotta magát, jó volt. Védd meg a területet. Kapcsolócsarna nem lehet csak úgy átbillenteni. Muszáj lesz kitartani és meggyőződni arról, hogy minden előírás szerint működik. Tisztában vagyok a kiszolgáltatott helyzetével. A fegyencek nem hülyék, eszükben sincs feladni. Azok után, amit befelé évet kaptak magától. Az baj. Ellenség detektálva. Szemből jönnek. Szép volt. Még jól állunk. Nagyon is jól állunk. Jaj, de szép volt az. Addicionális hostile-ok jönnek még, védd meg a területet. A töret az az, az isten ebben a játékban. Legalábbis biztos, hogy nem én lövök olyan jókat, úgyhogy... Sniper. Hál' Istennek a sniper elsőnek ment. És még több, és még több, és megállás nélkül ömlenek. Ott van az enemik ránk. Töret még mindig bírja. Aha, és most újra onnan jön, akkor megint sniperre váltunk. Nem bocsánat, a sorozatlövésre. Egy ezek közel szoktak szaladgálni, ugye? Most ment szét a töret. Ő bevetette oda magát, és most vissza is fordul. Mögém dobálnak minden szart. Az egy sniper elit. Azt a játékot is megnézném egyszer, hogy milyen az a sniper elit. Ti szoktatok játszani vele? Behajtott egy rántot ilyen közelségben, nem semmi, ügyes volt. De elképzelése szerintem egész jól működhetett volna. Még mindig jönnek. Az lejtette maga alá, nagyon jó, és szemből következik a next wave, sniper, az elhozta a HP-m jó részét sajna. Arra vigyázzunk kell. Akkor az magasan van, elevált pozícióban. Igen, van Anakin. Enyém a high ground. Seggem a tiét, nem vajon. De mondjuk az nem. Ne dobd el! És eldobta. Sokan vannak, nem tetszik. Kedvet kaptál hozzá, hogy újra játsz? Nem csodálom. Nem csodálom. Őrült jó ez a game. Mindjárt jön a töret, azzal kicsit rásegítünk. Kettő sniper tart jobbról. Nem bújhatsz el előlünk amúgy. Fuck! Mondta közben a Times Square-en a csávó. Biztos sokan voltak, akik ezt a... foglalkoztak ezeknek a fáknak az... Az kilőtte a sniper egy lövésből. Megelítelte. Mutasd. Nem látszik a fától. Oj! Ű! Paritjás! De szép neved van, Géza, hogy rohadnál ki. Ő az utolsó enemi. Ja, hogy a sniper elitet játszanád újra. Áááááá! Hallod, kinézek és... Ó, jó, ez egy kicsit talán keményebb volt, mint amire számítottam. Aha! Jó, hát akkor ki kell tartanunk egy kicsit, ugye? Két healinggel. Ez baj. Ez most határozottan nagy probléma. Akkor megint előről jönnek, ugye? Igen. Hát nem mondom, jól benéztem. Bocskacok, hogy
Hú, ez szép volt, hogy ennyire elbénáztam. És rendesen van loot körülöttünk minden irányban. A második wave balról érkezett emlékeim szerint. Így van. Ez szép headshot. Sniper elbújt, aha. Arra vigyázzunk kell, az előbb nagyon szépen kifulladt, de most ez néz ki, hogy egy kicsit nehezebb. Nagyon rángatnak a fegyvereink, hát még nagyon kis, alacsony szintűek vagyunk amúgy. Nem csoda, hogy ilyen szarul lövök. Össze-vissza rángatunk. De nehogy már átlőd a társadat. Nézd ki. Pont akkor... Jó, akkor a töretet lerakjuk, hogy védjen szemből. Még a snipert elintézem balra. Ott van. Hál' Istennek megvan. Azt már nem fogom előni soha. Megvan. De szerintem a töret vitte ki. Addicionális hostilék. Most már ez szerintem ugyanonnan kell, hogy jöjjön, ugye szemből. Azt a snipert, hogyha elviszem, amelyik a lila. Hál' Istennek megvan, az is, nagyon jó. Szor megtörött, azaz nagyon király. Akkor most már csak egyre kell odafigyelni, hogy jobbról jövő elit vadállatot el tudjuk majd hozni egészen gyorsan. Vagy ha nem gyorsan, de legalább értelmesen tudod, mert abban az előbb is megvolt a balhé. Nem tudok újra tölteni, nincs több töltény. Ez mondjuk nagyon nagy baj most. Ez wow, ez... Erre nem számoltam volna, hogy ilyen bajokba benne lehetünk szintem. Megpróbálok lootolni, hát ha itt még valakinél van. Úgy látom, hogy van medkit. Nehéz. Nem tudom milyen rugó. Sietnem kell. Azt a rohadt. Megküldte. Arítjás, te szemétláda. Jobb kontrollerrel a sniperrel, itt mint ez. Hallod, hogy lőtt el? Meg kell agrózni, a töret viszi. Nem tudott meglőni, elhozta a töretet, nem baj. Nem talált, nem tudom, hogy nem. Áh! Hát ez így most Sniper Wars lesz. Meglátjuk, hogy egy lövésből elhozza. Kettőt szokott leadni, ugye? Jó, kettő lövés, és aztán fejbe lőjük. Megpróbáljuk. Áh, francba. Tilos, tilos kinézi, mert villámsebességgel lecsap, mint a királykobra olyan. Oda kidobom jobbra a töretet. Kicsit tudja szivatni legalább. Utolsó HP packot nyomom be. Előtte már megint. De milyen szuperhős köpenye van a csávónak, ezt figyeled? Áááá, Istenem, már megint megcsinálta, de hogy tudta? Oh. Innen van esélyünk, hogy oldalba lőjük amúgy. Szia Suzy, jó pihenést, kösz, hogy itt voltál. Várunk szeretettel holnap is a szilveszteri őrületre. Most el kellene, hogy menjek innen, hát oda legalább át kéne futni. Én már jól befelejezlek, mondta közben, és azzal... Na, legalább kapott hátba kettőt, az szép volt. Ha! Azt a rohadt mindenit. Oj! Hál' Istennek! Üdetés teljesítve. Megszenvedtünk azért. De egyből szintet is léptünk, és lootot is kaptunk, és visszaállítottuk, úgy gondolom, a
az energiaellátási környékre. Tele van a Dark Zone olyan emberekre, akik még a fertőzés is készek kockáztatni, hogy megszabaduljanak az utcai bandáktól. Nincs sok köszönet abban, ami azok közt a falak közt folyik. Újra kell töltenünk magunkat. Biztos, hogy ha megcsinálsz egy mellék vagy főküldetést, akkor a környéken valami változik. Ez a civil lesz, bajban van. Beszkenneljük, hogy mi... A... Konzervélelem kell neki. Újjátok, el tudtok? Na, hogyan fogsz ünnepelni, kucsi hasinat? Ti nem fogtok petárdákozni, ugye? Agent, we recovered some CCTV footage. Van néhány kamera felvétel, megmutatja, mi történt kollégáink egy részével első hullámban, ez csak fokozza az elszántságomat. Még nincs vége a történetnek, mondja Rhodes közben. Nézzük meg, hogy mi történt. Rikers biztonsági kamera felvételein. Ezek lehetnek a divízió ügynökei. Shield el mindennel. Egyik megsérült, próbálnak lefelé menekülni a metró területére. Hát, itt viszont mocskos sokan vannak az elemik. Fent is, lent is. És már csak ropognak a puskák, aha. Lelőtték őket, mint a büdös szart. Hát ez egy szomorú történet volt a kollégák számára. Nem semmi. Ez a gépkarabé... Kicsivel jobb DPS-sel rendelkezik. Pontossága az jobb, de a hatótáv az rosszabb rajta. És ez micsoda? Ez egy géppisztoly. Ez egy SMG. De 20-as tárral nem fogom használni. Jó a damage-e közelre, de nem. Nem ér annyit. Nem tudom, mi a helyzet máshol. Szegeden december közepén óta ilyen napot durogtatnak minden. Tényleg? Nem petárdázok, de meg fogok inni egy liter pálinkát. Utána feljön az összes havarom tajt részegen, mint minden évben. Ez se hangzik szarul. Miért pont pálinkát amúgy? Nincs valami szofisztikáltabb italod? Valami olyan, ami ünnepre való, nem egy ilyen... bármi alkalomra? Lehet, hogy csak azt szereti amúgy? Ha ment vég a parnáj, tényleg? Jéger az jó. Hát egy jó hányásra biztos jó. Én nem bírom. Nagyon rosszul vagyok tőle. Szövetet lehet innen lootolni. Mert vissza kell térnünk a főbázisra most, hogy mindenféle dolgot lehet unlockolni, ugye? Következő fejlesztéseket is. Meg fel kell vennünk a benti lootot, ami minden nap van most már. Ott az loot. Mert hogy a főbázison is minden nap kapjuk ugye az extra cuccokat. Ez micsoda, amit itt mutatnak? Ahogy kijött. Jaj, lehet, hogy fent van. Aha! Az állványzaton. Nézzük csak. Dupla loot van. Persze, stratégiai kesztyű. Ez csak bizonyos szituációkban veszed magadra. Stratégiai mellény. Pesgőből túl sok kéne, pedig az nagyon hamar fejbe szállám. Nézzük, hogy van-e olyan, amit magunkra is vennénk. A harci maszk az jó. Szép tankosak leszünk. Ez a tűzerőt tápolja, 16-os szint. Jó, leváltjuk, a szívóságunk lejjebb esik. Aha, hát ez a képzettségünket, tehát a töretnek az erejét tolja meg, hogyha ezt teszed fel, de túl sokat esik a szívóságunk lefelé, ezt nem fogom viselni. A vágás álló fegyvertok. Hát amúgy is abban néz ki, a tiszti fegyvertok. Meg ez nagyon lecsökkent mindent, nem váltunk felszerelést. Mindig ilyen volt ez? Úgy emlékeztem, mint hogy sokkal gyakrabban, sokkal jobb cuccokat vettem volna. A patkányok hogy nyomulnak? Oda néz. Oda néz. Versenyt futnak az idővel. A nem jóját. Kaja, ki lehet lőni a patkány? Jézusom! A másik nem fért el mellette, kisegítettük a bajból. Na hát! És most hova mész, kis fickó? Hát elvezet minket a loothoz. Ilyen jó volt itt, ahogy feljött a napközben bar, nagyon tetszett. Patkányok.
terjesztenek minden szart, gondolom a fertőzést is. Újra töltünk. Nézzük csak, lenne itt egy találkozás. Ezt meg kell csinálnunk, mert pont most megyünk majd haza, hogy fejlesszük a különböző szárnyait a főbázisnak. Jó későre jár már megint a fenébe. Elegendő műszaki szárnyi készletet halmoztál fel. Gondolom ilyenkor már mindenféle fejlesztést lehetne bevinni. Ezekkel mi van? Lootoltak ott egy nőt. Amúgy jó lövést adott le. Eltalált. Életben ez halálos találkozás lett volna. Szava Salakonír. Itt van a stream. Jó estét. Hát itt bizony, itt van egy Salakonír. Hogy vagy, mesélj, mi a helyzet, mit csináltál ma? Hopp, ott azon fel lehet éppen menni, még fentem. Szeretem ezeket a random helyeket. Meg tökre jó volt ebben a részben, hogy lakásokba is bele lehetett menni mindenfelé. Lehet, hogy ide fent lehet találni valamit, ami nekünk kellhet. Valami miatt fel lehet jönni. Igen, 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 hallunk itt egy drónt. Itt állok rajta elméletben, ugye? Hangját halljuk, de nem látjuk. Jaj, felakadt oda a drón, aha. És ide fog leesni a cucc, ami kijön belőle, így van. Ezek a drónok mindenféle információt, meg lore-t szolgáltatnak nekünk, hogyha elolvassuk tartalmát, mindegyikben van valami. Szia Luigi Gamer, jó estét, köszönöm szépen, boldog új évet neked is. Itt is van sok őrült nagyvároshoz képest nyugat környék. Nagyon nem szeretem ezt a retárdálkozó sőrületet, főleg azért, mert annyira drága és annyira felesleges. Az emberek panaszkodnak, hogy nincs pénzük szarra sem, érted? És akkor duraktatják el a pénzt. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elveszítjük a... Ja, hogy ez oda hordós lesz? Az baj. Okosan kell játszanunk. Mi kell, hogy rakjunk egy-két töretet ide. De jó lenne, hogyha nem rángatna ennyire a fegyvert fölfelé, ugye? Oké. Okay. Eddig jó. Meg vagyunk, vihetjük. Szilveszterkor is pereg nálad a játék. Nem feltétlen játék, de lesz mindenféle. Beszélgetünk. Minden évben szoktam tartani egy évértékelőt. És azon fogunk végigmenni, beszélgetünk az évről. Beszélgetünk majd arról, hogy mit lehetne csinálni majd jövőre. Ilyen és ehhez hasonló programokra kell számítani, meg persze lesz ilyen Marble streamezés. Lehet, hogy lesz valami olyan játszi, ami régebben volt már. Mondjuk esetleg el tudok képzelni Alt-F4-et. Mondjuk azt már végigjátszottuk, annak a helyére inkább valami értelmesebbet kellene most, vagy újabbat kitalálni. Valami olyat, amiben ti is beleszólhattok, mondjuk a Dead Cells. Ja, igen, igen, a Ghoul Phase. Fall Guys, Shivery. Ezek szerintem mehetnek. Fortai. Ilyesmikre gondoltam, de várom egyébként, hogy hogyha van esetleg ötlet, nyugodtan. Az enemy ott megy, ott viszi. Ezt felrakom ezt a töretet oda. Jaj, ne, le fog esni a francba! Jó, reméljük, hogy egy töret tart, ameddig én ezt elviszem valahova. Gyerünk, gyerünk! Megvan, megvan, már ott vagyok. Lesz igen, Bibi, köszöntő. OMD-vel játszottál.
őszintén megmondom neked, nem tudom mi ez az OMD. Orcs must die. Szerintem az Orcs must die lehet, nem? Találkozás teljesítve. Ellátmány megszerzése. Király, király, meg vagyunk. Jó, ezzel meg is volnánk. És akkor itt... Enne mi van? De hol? Fent? Ott? Lehet, hogy ott fent vannak még. Csináltunk még egy találkozást. Szerintem visszamegyünk. Vagy nem tudom, megnézzük, hogy van-e itt safe house. Igen, és mellékül is van. Ezt a safe house-t aktiváljuk, az őszi reményt. Mert hogy nem vagyunk tőle messze, és hogy akkor ne kelljen kétszer szaladni érte. Felesleges egy dologra gondolok, veszélyes a petárna. 30 éve egyszer nem tudom hogy, de meggyulladt a hátsó épület, benzingázzal volt tele. Hátsó épület kezdett felgyulladni, majdnem baj lett. Nem szeretem ezt a petárnát. De miért volt benzingáz? Az rohadt veszélyes ám. Tehát ott nem feltétlenül csak a petárda a probléma, hanem... Hogy a benzin, gáz van egy épületben, az nagyon furi. Jól hangzik, jobb lesz itt nálad, mint azon agyalni, hogy mikor és hogyan ér haza a gyerek. Na, várunk szeretettel is. Egyúttal hadd köszönjem meg neked nagyon kedves tőled, hogy csatornánk patronusává váltál. Ez egy hatalmas nagy segítség azért, hogy a csatorna jövőre is fent tudjon maradni, és nagyon szépen köszönöm tényleg. Nagyon kedves tőled. Köszönöm, köszönöm. Ha valaki nem tudná, hogy csatornánk jótékonysági alapokon volt finanszírozva, már a kezdetektől fogva, hát azon felül, hogy kb. Amíg irodában dolgoztam éveken át meg minden, hát folyamatosan öntöttem bele a pénzt, és már meg se tudnám számolni, hogy mennyi zseton van ebben az egészben. Miközben amúgy magamra itt nem is igazán költöttem, az idei év volt az első, hogy végre eljutottam oda, hogy saját magamra is költsek, és nagyon-nagyon nagy örömmel tölt el, hogy most sokkal rendezettebb a környezetem, most már át tudom hívni a szüleimet is, és a barátaimat is, és le tudunk ülni, és nagy király van kanapén végre. El se hiszitek, hogy olyan alapvető dolgokkal nem rendelkeztem, ami mindenki számára full alap dolog tényleg, hogy szekrény, érted? Gardrób szekrényem nem volt. Nem tudtam elpakolni hová a ruháimat. Hát, hogy tényleg olyan alapvető dolgok nem voltak, miközben egy full modern stúdiót építettem végig. A kanapé már megvan, a lányok még nincsenek, fények, hát most viszonylag a plafon fényei azok talán valamennyire jók, de nem a legigazibbak, nem, tehát ott még lehet egy csiszolni rajta. Kamera az nincs, az majd a jövő évi fejlesztés. Igen, igen, szereposztó dívány. Érdekes, hogy nem lehet ezt kibutolni. Szóval nagyon szépen köszönöm nektek, hogyha úgy döntetek, hogy támogatjátok a csatornánkat valamilyen úton, módon, hogyha valaki esetleg a VOD nézők közül is szeretne erre módot találni, hogy hogyan segítse, hogy jövőre is legyenek tartalmak csatornánkon, akkor a VOD-ok leírásában is mindig ott vannak, csak a részletekre kell rákattintani, illetve itt Twitch-en is meg lehet találni a panelek közt a lehetőségeket, és nem tudjátok elképzelni, hogy mennyire fontos ez is, hogy mennyire nagyon hálás vagyok nektek azért, amiért segítettetek. Ebben a hónapban, hála jó Istennek, most már úgy néz ki, hogy visszájára fordult ez a szituáció, de ezt az is benne van ugye, hogy karácsonykor az embereknek, hát hogy mondjam, adakozóbb kedvűek az emberek, és csak remélni tudom, hogy jövőre ez megint nem megy vissza a békasegge alá, mert nagyon-nagyon rosszul állt a szénánk már az elmúlt fél évben. Lányokat a végén érdemes etetni is kell őket, ja. Úgyhogy tényleg köszönöm mindenkinek, aki úgy döntött, hogy ide jár és hogy szereti a tartalmakat, amik itt a csatornán vannak. Nagyon szépen köszönöm tárgy elvétele. Szerintem ezt használatba is vesszük, mert ez jobb ez a sniper, mint ami nálam van. Karácsonykor kevesebb pénzem az embereknek is mégis. Lehet, nem tudom. Én csak ide feljárok. Ez miben is volt? Hát ennek nagyobb a DPS-e. Katonai Scar-nak level 14. Nem, a Sokomnak level 16. 2007-96, 2005. Hát nem annyira sok, de pontos. Pontosabb lesz, ez jobb lesz nekünk. És miről vesszük le a cuccokat hozzá? Katonai Scar-ról. Nem.
továbbfejlesztett G36-osról. Hogyha áthelyezzük a cuccokat, akkor tudjuk, hogy mit rakunk rá. Továbbfejlesztett G36, erre rámegy. Milyen nehezen kommunikál a szerverrel most a... Ilyen nagy delay van, nyomom a gombot és várni kell. Nagyon-nagyon nehezen csinálja meg a weapon moddolás. Most mint lehet, hogy szerver probléma, kommunikációval van valami. Maradok, tuti megjön a pedagógus béremelés. Oh, wow! Na és... Akkor mi ezt fogsz kezdeni végül is azokkal a milliókkal, amik most így előjönnek majd? G36-os, az jó. Szép ez a fegyver, amúgy ezt tetszik nekem. Roncsuk el egy ronda skinnel. Ilyen szép karácsonyi rénszarvasos. Lila, igen. Gyönyörű. Egy jó béremelés sosem szar. Nem ide valósi vagyok, én csak ide feljárok. Jó, de azt tudom, csak hogy... Hogy melyik videóban volt ez? Emlékszem, hogy láttam. Itt szerintem technikai cuccokat vehetünk elő. Aha. Elektronika. Electronics volt régen. Egy nap a hivatalban. A izé a durandai videóban volt benne? Amikor a lakatos Sub-Zero meg a... Jaj, az nagyon jó az a videó. Akkor ráfeszítenek a legények. Az jó volt, azt szerettem azt a videót. Tehát az egy ilyen őrületes nagy. Rinyó. Az nagyon jó. Imádom. És akkor így, mit mondod, hogy fogjuk a karácsonyfa égőket, akkor ráborítanám. Nagyon jó. Jaj, azt meg kell néznünk majd újra. Nagyon szeretem. Leonidas. Igen. Beléptél a biztonságos zónába. Ez a rejtekhely eddig még nem volt feloldva. Most már azonban ide is jöhetünk, és úgy látom, hogy itt a... Egy melléküldünk is van. Hol? Ebben. Érdekes, de igen. Ide valamit be kellett adni, hogy szintet lépünk. A felszerelésboltba benézünk most, hogy... Ó, egy zsoldos maszk. Na ez viszont jó cucc. Ezt megveszem. Level 16 epic cucc. Tehát mostantól jönnek az epic cuccok. Vásárlás és felszerelés. És erre rányomtam egy R1-et az L1 helyett, mert egy majom szabású vagyok. Nem baj. Kockázati mellény. Ezt nem biztos, hogy jó ötlet felvenni, ugye? L1-jel felszereltem. Kerámia bevonatos térdvédő, gyönyörű. Mindent megveszek. Ez nagyon jó ez a hely, végre. Kerámia bevonatos fegyvertokok. Kockázati kesztyű. Szívóságunk lecsökken. Integrált teljesítménymódosítás. A pálz időtartama 3%-kal megnő. Ez azt jelenti, hogy 0,13 másodperccel több lesz. Helyzetjelentés kérése. Nézzék meg a víztorjat, le se festették. Köszönöm, Ugrea. Pontosítás. Ez egy jó hely egyébként, ez a rejtekhely. Ahol a többiek bevetették magukat. Ügynökök keresése a párosításban. Nekem is kereshetnének már egy jó ügynököt valamikor. Nos, ezzel, hogy ez a hely megvan, felvettünk új melléküldetéseket is. Környéken rengeteg minden is van előttünk. Úgy látom, hogy itt van egy eseménytérkép. Ez mi lehet vajon? 14 méterre, és nem mutatja, hogy melyik irányba. Esemény térkép. Ez lehet, hogy itt van még bent, nem? You are now entering a safe area. Ja jó, ott igen, és a térképet is meg kell nézni, mert azon is rajta van, hogy aktuálisan gondolom, milyen eseményeket lehet, találkozókat lehet felfedezni. Aj, nagyon szeretem ezt a játszást. Legszívesebben nem is írnék évértékelőt, hanem elmondanám szavakkal, és már jó, már megvan a fele. De inkább holnap, mert nem tudom, felkelnék és játszanánk ezzel. Érted? Játszani annyira király. Én nagyon szeretek amúgy játszani, mondtam már.
We have a supply drop endangered. Sending you the coordinates. Isten adott utánpótlás, küldöm a koordinátákat. Milyen különös elnevezés, nélkülözhetetlen élelmiszerekre, gyógyszerekre és fegyverekre. Utánpótlás. Nyilván azért próbálunk tartani tőle távolságot, hogy ne fájjon annyira az elvesztése. Ez micsoda? Ez valami információ. Két tiszt kifoszt valamit? Minden tisztára kikészít. Működnek egyáltalán ezek a szűrők? Kap fel, ami kell, aztán húzunk, nincs erre idő. Ezt olyan jól kirámolták, alig hagytak valamit, mondja a másik. Hát itt a rokcukorkát. Mindent kifosztanak, amit már kifosztottak. Warning. Incoming hostiles. Mint szemünk hostiles. De akkor most idejöttél, akkor... nagy a baj. A tetőre. Tetőre kell felmenni. Most kidobtam a töretemet, mert... Francba, francba, nem lesz jó. Hogy érek oda, hogy ne lőjék szét? Szétlövik az utánpont, hogy normálisak ezek? Alig van érte egy gyógyszer, étel, bármi, és ezek meg elkezdik lőni, mert seggfejek. Pusztulják ki? Jó lett az új sniper. És akkor most ez a hely megvan. És a következő helyre meg érkezik a következő csapat. Aha, tehát ilyenkor szaladni kell ebben. Ez egy nagyon olyan... Oh, francba nem fér bele. Jól van, nem baj. Nagyon frankó küldetéstípus, ezt szeretem. Megakadályoztuk, hogy szétlőjék a cuccost. Azt mondod, hogy nem kell évértékelő, szarjunk a csatornánk brendjére. Minek építek itt akármit is? Inkább nyomassuk, ó, az ott hol van? Inkább nyomassuk a játszást, úgyis azért jár ide mindenki. Csak a gyerekek játszanak, Tamás 46 éves. Nekem van ennek kölköm. Ez Hozier, hogy iszonyat gamer lenne. Iszonyat. De most mind a kettő fegyverem sniper. Igen. Warning. Incoming hostiles. Megint jönnek, most megint fentre jönnek. Jó lesz. Fortizna egész nap. Nem. Megmutatnám neki az igazi játékokat. Aztán a többi gyerek az iskolában elrontaná. Melyik lőtte? Mutasd, melyik kezedet csinálod, hülye gyerek. Megvagyunk. Elismerésem. Emberi, akkor eltöprenk, hogy érdemese volt küzdeni érte. Entrópia tartalékai végtelenek. Dacolni vele eleve értelmetlen lenne? Fogós kérdés, ügynök vége. Ez a Winston Jefferson az állandóan filozofál mindenféle hülye dologról nekünk. Szívesen elolvasnám a gondolataidat. Igen. Mindenképpen ki fogom tenni a mindenféle oldalunkra ez az alap. Így van, ahogy mondod. Ez a sniper volt a jobbik sniper. Meglöktek. Jöttek a JTF-es fiúk begyűjteni a lootot. Ezt kellene gondolom. A katonai SCAR, amire én azt hittem, hogy egy másik típusú fegyver. A gépkarabét, a G36-ot visszatenni, ugye? És akkor ez meg megmarad. A mindenféle mod, ami ezen van, meg le kellene szednünk. Hogy lehet leszedni gyorsan? Hogy tudod leszedni? Vesz a tapsot! Én esküszöm, hogy volt ilyen módszer, hogy leszedtük ezeket. Most ráigszelek és semmi. Vizualizáció, semmi. Lehet, hogy ezek alapból benne vannak. Hát ez nem lehet igaz, kérem. Egyszer felraksz valamit és nem tudod leszedni. Ez valami szerver hiba lehet. Esküszöm. Ez itt nincsen rendjén. Milyen, hogyha taktikai vektort vennék a kezembe. Próbáljuk ki. Szórja neki, szórja. Ebből lesz még baj. Hogy ezt vettük a kezünkbe. Nézzük a következő tárgyakat. Bocs, hogy most higgyétek el, hogy fontos lesz a mindenféle hülyeségnek is a bedarálása.
mert hogy megint túl kicsi az inventory, nem tudjuk a lootolás folyamatát véghez vinni. És mindent bedarál mindenhonnan? Mondta, hogy igen. Jó, elméletben megvagyunk. Division teljesen online játék, szerverhez kötött? Igen, felcsatlakozol a Ubisoftnak a szervereire, így van, ahogy mondod. Na, most már megvagyunk, most már jó lesz ez. Kipróbáljuk ezt a fegyvert itt lent valahol. Le akarnék ugrani, de nem tehetem meg csak innen. Nem akarom kitörni a gyakamat, egészen magasan vagyunk. Na, lássuk, hogy mit tud az SMG. Ezek nem azok. Azok azok. Ű, ez nagy baj. Lassú az utántöltés. Ez újra töltés? Újra. Barátom. Így fogok elhalni az utcán? Headshot. Nem láttuk akkora köd van, hogy nem látunk semmit. És úgy lövök, mint egy óvodás. És hát mindig rossz gombot nyomok az inventory előhívására. Ez nem egy jó fegyver még. Itt a kezünkben annyira szétszórja a damagét mindenfelé. Ez a katonai P416-os, és a továbbfejlesztett G pontom, az mindjárt bizsaregni kezd. Nézzük ezt a fegyvert. Na ez legalább pontosan oda lő, ahova célzok. Ez nagyszerű. Itt, hogyha újra fiatal lennék. Itt vannak mellékrűdik és mindenféle dolgok is. Most megcsináltunk egy ilyen frankóságot. Találkozás. Ez egy mellékküldetés volt. Menjünk át a másikra. Kommunikációs rendszer összeomlott. Valakinek muszáj helyreállítani a kifejezés, konkrét és átvitt értelme van. Egyaránt. Úgy érzem, nem is vagyunk igazán képesek kommunikálni egymással. Ezzel együtt szeretnék megjavítatni. Kérem, próbálják meg miatt helyreállítani. Ez nagyon furcsa ez a csávon. Nagyon-nagyon fura. Akkor is az ilyenek élik túl a pandémiát. Az ott szétvert egy embert a földön. Műhold kapcsolat javítás következik. How's the power grid holding up? The grid's fine. I understand we got a severely reduced load these days. Water, on the other hand, is a whole different can of worms. Be advised, we're getting reports of Rikers and unknown subjects in a parking lot on West 45th. Might be an arms deal. Gyülekezik a Rikers itt a környéken. Ezt kihajítom oda. Nem tudom, hogy miért gyülekeznek ezek a fiúk itt. Gyönyörű. Feladat teljesített, zavard meg a fegyverkereskedőket. Ja, ez JTF-es találkozó küldetés, nagyon király. Megjelöltük a szállítmányt, hogy vigyék el innen. Jaj, de belenézett mind a három. Jó, én mind a négy mindjárt. Ez gyönyörű volt. Gyönyörű. Ja, de várjál, mégsem annyira, mert egy percet itt kell várakoznom, akkor csak újakat küldenek a helyükre, ugye? Ellenséges erők közelednek. Rögtönzött robbanó eszközök. Én nem látom, hogy itt lennének. Hol vannak? Talált veszélyes elem kettő darab. Ott a messzeségben. De hát azok mire ide érnek? Na már jönnek? Hol fognak kijönni? Honnan jön? Jaj, de szép! Amit én nem tudtam elintézni, az befejezte a töretem. Erősebb lett most, tovább maradt ott fenn. De szar volt, hogy átszaladt és egyet se lőttem el a négy közül. És ez miért ment oda? Ja, hogy nekik az a cél, hogy ide érjenek és hogy maguknak szekúrálják, ugye? És ezt nem kéne hagyni. E
meg kéne jönni a JTF-es. Itt jönnek, itt jönnek, megvannak. Az igen, ez igen. Kemény csapások, csak itt nálunk a Ticsper TV. Munkás. Ezt is kaja körbelövi? Igen. Találkozás teljesítve, 60 műszaki szárnyellátmány, menőség. Tovább fejleszthetjük cuccainkat. Nem mondhatjuk, hogy még több fegyver kerüljön a kezükre. Ja, mert hogy ezeket... De nem is értem, hogy miért az elektromos szárnyhoz, vagy mi elektromos... Érted, szóval miért a tech szárny kap ebből a fegyver szállítmányból erősítéseket? Ezt nem teljesen értem, hogy hogy függ össze a kettő. Jól el vannak dugva itt azért az ellátmányok, amik, vagy hát loot, amit a földön felvetünk. Nem is nagyon látok többet, akkor húzunk tovább. Műhold kapcsolat javítása Times Square-en. 1 óra 59 perc. Annyira már nem mehetünk hosszasan tovább, mert későre jár már nagyon, és még egy filmet is szeretnék levetíteni. Meg még ráadásul ugye a évértékelő befejezés is rám vár, úgyhogy ez lesz most már az utolsó dolog, amit megcsinálunk, aztán hazamegyünk, fejlesztünk, és nagyon várom majd a következő részt, hogy újra játszassunk ezzel a játékkal. Ilyenkor télen ez a játék, ez szerintem egy elengedhetetlen része ennek az egésznek, a gamingnek. Nagyon szeretem, és hogyha egyszer lelövik a szervereket, akkor szerintem a játékipar kevesebb lesz azáltal. Oda fel kell menni? Jól tudom, 23 ezer játék jön majd a helyére meg ilyenek, de valahogy ennek a hangulata, nézd meg, fellógatott JTF hullák, itt a Brooklyn Kaiha, ami lángol, köd van, hú, esés van, csodálatos. Mint gyerekkorunkban, olyan ez. Idézi a szép régi korokat. Tisztítsd meg a területet az ellenségeitől, és védd meg a szövetségeseidet, oké. Okay. A töret sokat fog segíteni. Megvan. Beszéljünk vele. Nélküled halott lennék, mondja. Most, hogy halottak lennénk. Meg kell védeni a tisztet. Ellenséges erők érkeznek. Lehet, hogy ez is egy random encounter. Nem tudom, hogy nem találtam el. Öretem nagyon küldi neki. Szép volt. Mind megvannak. Mennyi idő, amíg még meg kell védeni? Megy a kemény warningolás. Azt lejtetted, kisbarátom. Az ott be is vakult, mind, ugye? Ez hülye lesz így, hülye ötlet. Dobok egy gránátot oda szerintem. Ó, az elektromosság erejével. Nice! EMP volt az? Szerintem igen. Annak kellett lennie. Köret elvinni, ha... Hát, jó, megvan, találkozás teljesítve. 60 biztonsági szárnyellátmány. Lógunk magának egyel. Még egy csörre is meghívnám valamikor, mondja a JTF katona. Milyen rendes emberek ezek? Érted, megmentettem az életét egy csörrel, azért meghálálná, persze. Jó, mondjuk lehet, hogy ilyenkor a tulajdon az már nem egészen úgy megy. Lehet, hogy a sör az ebben a világban valami iszonyatos nagy értéket képviselnál. Katonai M9-es. Megint tele van az inventorink, a hócipőnk, a péniszünk. Meginkább mindenünk. Ah, és itt lehetne felmászni valahova? Hallunk egy telefont itt csörögni. Wish I had some coffee. Whoever this Amherst guy was whose apartment you raided, you hit the jackpot at his place. Próbálunk felmászni erre a részre. Itt most egy teljesen random encounterbe botlottunk bele, és itt felmászva a melléküldetés is teljesítésre kerülhet. Ezt hülyén fogalmaztam, ugye? Á, nyugodtan. Írjátok meg kommentben, hogyha nem tudok beszélni. Szóval... Itt van egy műhold, amit... meg kell javítani, de ez
ez megint egy ilyen jumping puzzle jellegű dolog, csak jumping nélkül. Az mondjuk egy igazi puzzle, aha. Megfejtem én ezeket. 2 perc, 34 másodpercünk van. Angolod is milyen, milyen igaz? YouTube nézőktől én már megtudtam, hogy nekem nem lenne szabad játékokat fordítanom. Az nagyon szar, hogy elevált pontban van és ennyire keményen küldi rám a szarját. Úristen, ez valami nagyon, nagyon beszaggatós. Hát ez hogy legyen? Ja, hogy a sniper. Ő volt a problémás. Figura. Előddel? Előtte. Ahaha, barátom, na most néztél bele! Szaladás. Nem tudom, mire felvett, nem vettem fel. Idáig kell eljönni a konzol használathoz. Nyomod ilyenkor a négyzetet és automatikusan oda megy a karakter. Állíts vissza a műhold antenna áramellátását, vagy szembe kell oda átmenni valahogy. És ha itt leugranék, akkor úgy látom, hogy... Aha, ez lesz az itt fel. Őrületes megfejtések. Kapcsolod be a generátorok, ozások. És utána még valami más is be kell kapcsolni, ugye nézzük. Nem, ez ennyi. Mellé küldi teljesítve. Bár minden ilyen. Könnyen teljesülne. Kérni, kapni. Csodás lenne, nem igaz ügynök? Winston, én hogyha visszamegyek a főhadiszállásra, magát a WC-be fogom belemosni így arcügyileg, az biztos. Kötél kiengedés. Annyira rohadtul furcsa egy csávó ez. Mondjuk, hogyha minden furcsa embert belemosnánk a WC-be, egy teljesen más világot élnénk. Nézzük a műveleti bázisra való visszatérésünket és a fejlesztését a különböző szárnyaknak, ami által különböző képességeket leszünk képesek feloldani. Olyan hosszú a hajam már, haladik most beletúrtam. Már legalább 3 hete le kellett volna vágni. A lakásfelújítás miatt mindenre volt idő, csak arra nem. Jó messzire megyünk. Tianyi lesz Eszliópián és... Várunk szeretettel holnap téged is majd. Ha nem találkozunk, akkor boldog új évet. Noho, rengeteg az ellátmány. Főleg a műszaki szárnyhoz. 1040. Az még az is lehet, hogy 3 különböző fejlesztés feloldására elegendő. Lassan kell itt mindig átmenni, mert... fertőtlenítenek bennünket. Nézzük a fegyverboltot. Level 16 is rosszabb, mint ami nálam lesz. Hogy lehet? Hát mondjuk ez a gépkarabén nem lenne éppen szar. De miért a mesterlövész puskával hasonlítja össze? Én szerintem megveszem. 16 ezer. Megveszed? Meg. Jó. És most felrakta a sniper helyére. Távcső, ez jó lesz egy sniperre. Pénzem az rengeteg van, attól nem kell félni, hogy elfogy. Kockázati maszk, ez érdekes, hogy jobb, mint ami rajtam van. A képzettség, a szívóság, az elsőleges tűzerő csökkenti. Kerámia lemezes táska. Túl sok tűzerő veszteség a képzettség növelésének érdekében. Zsoldos fegyvertok, elit cucc, ezt kérem. Amúgy megvettem valamit, amit nem vettünk fel, ilyen szintén epikus dolgot, és megint rossz gombot nyomok meg, 46/46-on vagyunk. Ezt nézzük már meg, hogy hova rakta be. Nincs is nálam? Lehet, hogy valami epic cucc. Pedig én esküszöm, hogy megvettem. Ez hogy lehet, hogy nincs nálam? Micsoda, hogy ez a táska az level 4-es. Nemzeti gárda hátizsák. Ez azt akarja mondani, hogy akkor az egész játék során egyetlen egy hátizsákot nem kaptunk. Ez nagyon furi. Ezt a snipert, ezt mentesíteni kellene a rápakolt cuccoktól. Hát nem használtuk sokat amúgy.
Nem, pont ez a sniper a jó, elnézést. Ez, erre kell átpakolni egy két dolgot. Mi a neve a másik snipernek? Szokom M1A, és akkor a G36C-re kell rápakolni mindenféle őrületes bringa gépet, csőtorkolat. Nem, nem engedi. De ezt viszont engedi, de hogy nem tudja lecserélni? Katonai Scarról pakoljuk át a nagy hangtompítót, meg a puska hangtompítás, csökkentett veszély. Én magam vagyok a veszély, kis barátom, csökkentett veszély. Nem, nem, ha felraksz valamit, akkor utána tudod csak leszedni, ez nagyon-nagyon furi. Katonai Scarról menjen a visszarúgás, optimális táv fejlesztése. Jó ronda lesz ezzel. Tűzgyorsaság, helyett a tárkapacitást kellene megnövelni. Szokom M1-ról nem vesszük le. Tovább fejlesztett G36-ról, igen. A tárkapacitást az kellene szerintem, hogy 35 lőszer, az mégiscsak jobb. Mert hogyha nő a tárméret, nő a DPS is, ugye tovább pergeted a lőszert. Egy bő ezressel, nem, egy szűk ezressel lesz nagyobb a DPS a fegyvernek, ha ezt a tárkapacitást átpakolom, de akkor meg a sniperről vesszük le. Viszont ez szerintem ide jobb is lesz. Erre most rakta bele? Istenem, nem tudja átrakni. Nem, valami nagy szar van a szerverekkel, most nem vágom, nem, nincs gomba, mit oda megnyomhatnán. Critical damage, fejlővés damage, az is jó cucc. Egyéni ilyen ronda zöld, aligátoros. Nem is lett olyan ronda ez a fegyver, mit akarsz? Nehéz töltényvető. Tárkapacity. Jó lesz így, leszarom. Most már ilyen maradt, kész. Viszontlátásra. Jutalombeváltó kereskedő. Nálad mik vannak? A level 4-es jutalmakat itt lehet felvenni. Hátizsák még az a level 4-es van, amit tőle vettem fel. Akkor lehet, hogy a... Mutasd, hogy mivel... Ez. Na ilyenem nincs, ez a kerámia lemezes. És emiatt vagyok a level 4-esben. Miközben itt már tökre lehetne ilyen sokkal jobb cucc is. Azt azonnal pakoljuk be és vegyük is fel. Mostantól kezdve nem lesz ilyen probléma. Na, hát akkor most jó sokat növeltünk az ellenállásunkon, hát érted, level 10, vagyis 12 szintkülönbség volt a felszerelésben. Hát olyan, mintha mesztelenül járkáltunk volna. Milyen filmet nézünk? Tegnap megnéztük az Equalizer című akciófilmet a Denzel Washingtonnal, nem tudom, ismeritek ezt, szerintem egészen jó film volt. Precíziós lövés, láncreakció. Megnöveli egy újtó lövedékek hatóidejét 10 másodperccel. Célba lövés gyakorlása lőtéren. Azt mondjuk gyakorolhatnám, ugye? Fegyverszakértő, kibővítés, robbanó lövedékek, időtartam a fegyver. Ja, mert itt időre ment még az extra lőszer. Az de komoly. Következő részben már ugye másfél-két tárnyit kapsz a felvett, földön talált extra ilyen robbanó gyújtó és armor penetráló lövedékekből. Ebben a játékban ezek szerint időre ment ez még. Hát ezt a fegyver szakértelmet én ki is húzom ezzel. Upgrades are all working good. Thanks for helping out. Új képességek érhetők el. Nagyszerű. 50%-ban működő képességet tettük már is ezt a szárnyat. Itt van egy melléküldi. Tájékoztatjuk a JTF tiszteket. XP-t adnak cserébe, milyen rendesek. Itt meg mindig lehetett lootolni. Jaj, de szerettem ezt a játékot, olyan jó emlékeket idéz. Nézzük, itt tudunk-e fejleszteni valamit. 6-80-ból éppen tudunk. A tanácsadás az jót tenne. Kreditbevétel növelés 10% jöhet. És kellene egy intenzív vagy egy karantén osztály is, ugye? Erre ki kell lépni ilyenkor mindig vissza. Amúgy ezt a Medical Winget a lehető legjobban felfejlesztik a többivel szemben. Célszemély sebzését időlegesen növeli a gyógyító hatáson felül, ez is menő. Megnöveli a felszerelés elsőségei csomagkapacitását egy helyjel, az is király. Felfed minden fertőzött területet a térképen, ez is kellni fog majd. Az a baj, hogy azt nem vágom még, hogy a dolgok, amiket itt kinyitunk, azokat hol tudom használatba venni. Ezt valahogy elfelejtettem. Vírus jelentések 3/5. Ez micsoda lehet vajon?
Szabadíts fel a műveleti bázist. Köszi. Ezt még pontosan nem vágjuk, hogy mi lehet ez a vírus jelentés 3/5, de gondolom, hogy folytatni kell a küldiket, aztán akkor majd itt is nyílik mindenféle extra cucc. Hát 20%-ban működőképes most a műszaki szárny, ezt legalább 50%-ra szeretném megtolni. Mondjuk rohadt drágák a fejlesztések, hiába ellátmányból van 500. Hogyha azt csinálnám, hogy generátorok, víztisztítás és központi fűtés, megnöveli az energiaszelet hatóri idejét, hát köszi. Felfed minden Division műszaki tárgykészítőpontot fekete zónában, nem, azt köszönöm, nem. Akkumulátor töltő, származó pénz a Dark Zone-ból nem kell, központi fűtés kell. És az így ilyenkor, nem jó, nem tudsz visszamenni, újra ki kell jönnöd és be kell menned. Ez a játék szinte játszhatja magát, nem lehet abba hagyni, túlságosan jó. Azt mondja, megnöveli a fogyasztható víz hatóidejét 10 másodperccel. Ezzel már tudok mit kezdeni, elég jól érti a dolgát, hallja el, kérdezi Rhodes. 3 új képzettségmódosítás elérhető. Generátorok. Megnöveli a fogyasztható üdítő idejét 10... Mert ugye felveszük ezeket a cuccokat és ezeket el is tudod fogyasztani. Tehát nem csak az van, hogy a bajba jutott civileknek lehet őket odaadni, hanem te magad is képes vagy megenni a random csokit, meg az ilyeneket. Igazi szépség, a víztisztító állomás. Manapság nem lehetünk eléggé, nem tudom, csinálják óvatosan. Központi fűtés, állandó hőmérséklet, ezen nagyon sok barátot fog majd szert tenni. Generátorok, imádom a generátorokat, sokkal stabilabbá teszik ezt a helyet, és extra teljesítményt is adnak. Kösz, ügynök. Na, rendesen gatyába kezdjük rázni, úgy látom az itteni szárnyat is, bár ez itt még eléggé kupleráj, majd ide is valamit be fogunk tenni. Újra kalibrálás, itt a fegyvereket lehet beállítani. Nem, ez még nem szükséges, maximum level 30 fölött. Én úgy emlékeztem egyébként, hogy innen is lehetett lootolni, de valamiért nem találom azt a szekrényt, ahol az extra lootot lehet fel kapdosni. Mindig így ki volt éve messzire. Ez vegyvédelmi egység, fertőtlenítő. Mert ez a medical wing, aha. Szia gyaloggalop, jó pihenni és boldog új évet kívánok. Itt van lent a terminál, ez a hely, ahol az extra tartalmak helyet kaptak a játékban, hogyha nem találkoztatok még vele. Tök érdekes, hogy most belefutottam. Az extra játékmódok. Kíváncsi vagyok, hogy működik-e még az, hogy survival mód. Kiemelt célpont, tisztek váltak elérhetővé a 30-as szintre. Hát ez csak a másik karakterrel. Túlélés itt van. 30. szintűnek kell lenned első világfokozaton. Hát a másik karakterünkkel be tudnánk ide menni. Minden offline, mert hogy nem vagyunk 30-as szintűek, mindenhol kint van az offline felirat. Itt pedig be lehetett váltani azt hiszem ennél az árusnál, a prémium árusnál mindenféle menőséget, extra kinézett packokat lehetett felvenni. Kódzáras láda, ez mi? Jaj, van 4 olyan kis chipkártyám, ilyen simkártya őrület. És akkor innen már is lehetne extra kinézeteket venni. Nézzük meg! Come on, let's get lucky. Wow, oda néz a Seeker nadrág, kiváló Seeker kinézet. És még egy ládát, persze! Let's give it another shot. És ehhez nem kellett fizetni, csak játszani kell. Magányos csillaggyűjtemény. Nem sziklabgyűjtemény, a motoros retrónadrág. Egy bőrnadrág, amibe beleszarhatsz, belehugyozhatsz, és még mindig tart. Jó, többet nem veszek, köszönöm szépen. Különleges felszerelés boltja jobbra. Na jó, meg kell néznünk, hogy ezek az adottságok és a képességek hol vannak. Ezt én már teljesen elfelejtettem, de majd hogyha ez visszatér valahogy az elmémbe, akkor azokat ott majd módosítani fogjuk, mert állokolom a dolgokat, de nem pakolom rá a karakterre. És ez azért eléggé szardalag. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a mai epizódot. A képességeknél van, itt van az adottságok. Kihoztatlan adottság helyeid vannak. Aha! És ezt hova gondolta, hogy hova fogod berakni?
Ő meg egy ellenséget robbanással nem, fedezékből fedezékből mozgással, fegyver damage 2%-kal, minden megtett mérter után 5 másodpercen keresztül növekszik, nem. Ő meg egy ellenséget bármilyen képzettség használta közben, bármely aktív képzettség időtartama 10%-kal meghosszabbodik. Ez igen, ez kell, ez jó. Ezt berakjuk oda. Akkor most ezek közül is választhatunk egyet, ugye? Okoz vérzést, és mindenki megkapja a hatást 10 méteren belül. Ez rohadt jó. Fű. Használj elsősegély csomagot alacsony életerőn, hogy 20%-kal növeld a sebzésellenállást 10 másodpercen keresztül. Ez is jó cucc amúgy. Olyan kellene, ami többet heal-el. Elsősegély csomag mostantól 7 másodperces immunitást ad az állapot hatásokra. Ez sem rossz amúgy. Elsősegély csomag csoporttagok társai közelében 20 méteren belül 40% gyógyulásért. Ja, hogy mindenkit heal-elsz a környéket, hogyha te használsz egyet, az nagyon menő. Alacsony életerőn aktív képzettség feltöltődése 20%-kal javul. Nem, köszönöm. Fejlővéssel találja egy ellenséget, 50% esélye nem használódik el a lövedék. Érdekes. Ő meg egy ellenséget mozgás közben csökkentsd a kapott damage-et 15%-a 10 másodpercen át. Szerintem ez a shield-eseknek jó. Valami fedezékbe csökkentsd a visszarúgás 25%-a. Ez jó, ez kell, mert nagyon össze-vissza rúgdal a fegyver, meg szétszór, meg felfelé visz, meg ilyenek, úgyhogy ez most így jó lett. Új adottsághely, a játékos 25-ös szintjén lesz elérhető, rendben van. Ez micsoda? Ja, ezek amiket kinyitottunk, hogy üdítő ideje, meg ilyenek, megnöveli a felszerelés elsősegély csomag kapacitását. De ezt nem is kell unlockolni, ugye? Mármint, hogy nekem ezzel kell a jártasságokkal nincsen semmi dolgom. Ezeket kinyitod, és csá. És mostantól akkor lehet, hogy 5 darab hílem lesz. Képzettségek. Valami módosult az automata lövegen. Ó, hogy most már másféle töreteket is használhatok? És azt hogyan tudod megnézni? Alapautomata löveget használunk, de nem tudom, hogy hogyan. Nézhetném meg a többi kiegészítőjét ennek a fegyvernek. Ott mutatja a különböző felkiáltó jelekkel, de azt nem mutatja meg, hogy hogyan mehetek oda be. Módosítás hozzáadása írja alul. Aha! Aktív érzékelő löveg sebzése megnövekszik, célpontok letapogatásra kerülnek, láthatóvá válva minden szövetséges számára. Nem. Lőtávolság csökken, de lángoszlopot lövel. Nem. Elektromos tűlövedékeket használ, töreted, megrázza a célpontot. Nem. A löveg felrobban, hogyha manuálisan hatástalanítják, és ezzel sebzi a közeli célpontokat. Nem, hát attól tartok, hogy az aktív érzékelőt kell akkor beletennem. Valami módosítást csak bele érdemes tenni. Érdekes, hogy az orvosi cuccban nincs semmi extra. Letapogató impulzus, bocsánat ki, megjelöl mindenkit falakon, egyéb akadályokon keresztül. Hát, vagy lehetne a shieldet használni, ugye? Hordozható fedezék. Ideiglenes fedezéket biztosít egy embernek, tipikus fedezéként működik, amíg el nem pusztítják. Jól van, próbáljuk ki. Ez a Division 2-ben nagyot ment, és akkor ennek lehetne módosítás. Több védelmet biztosít, két szemét is megvéd. Wow! Távirányítási robbanó töltete van ellátva, a sebzi elvakítja a szemközti ellenséges egységeket a pajzs megszűnésekor. Fedezék használta közben használó sebzése megnő, immunis lesz az impulzusokra. Hát, hogyha damage megnő, akkor köszönöm szépen, kérem bele, persze. Na végre helyre raktuk a karakterünket, hát de régen vártuk már ezeket a módosításokat, cuccokat bele. Okay. És akkor most, hogyha megnézzük ezt a shield használatot itt, mindjárt megyünk közben filmezni. Az undergroundot nem vágom, hogy ez mi volt ebben a játékban amúgy. Az nekem kiesett, hogy az micsoda. Warning. You are now leaving the safe area. Ja, az olyan, hogy lerakod a... Ez jól sikerült, ugye? Nem hagyok nyomokat. De valamelyest hagyok, csak nem annyira. Eventnek jó loot, random csapattársak. Aha. Nekem az nincs meg, valahogy teljesen kimaradt már. Szerintem abban nem vettem részt.
Ez nem is lett rossz ez a fegyver, ezt örömmel fogjuk majd használni. Ez meg akkor a durvító sniper. És akkor lett egy jó hátizsákunk, még mindig télapok vagyunk. És most nézzük, ezt nyomva kell tartanom. Nem, ez egy olyan dolog, amit leraksz magad elé. Nem visz... értem. Tehát így mehetsz mögé. És akkor sebzésellenállás, robbanásellenállás, mindenféle extra damage, meg egyebek. Értem. Hát ennél mondjuk a pulse lehet, hogy egy kicsit jobb volt, mert az adott damage-ét, meg critical chance-t is. Jól néz ki most már a bázis, legalább félig helyre van hozva. Van még azért tennivalunk ebben a játékban. Ma is csak egyetlen egy küldetést csináltunk meg, aminek során a villamos energiát visszaállítottuk a Times Square-en, viszont több találkozót és melléküldetést is megcsináltunk, amivel legalább egy kicsit, hát jobban fel tudtuk fejleszteni a bázisunkat. Egy újabb rejtek helyet is felfedeztünk, ez az őszi remény, és akkor innen szépen majd a környező találkozásokra, eseményekre és mellékküldetésekre is rámehetünk a következő részben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ma este, vigyázzatok magatokra, legközelebb innen fogjuk folytatni majd. Nagyon-nagyon király ez a játszás, és egy csomó időt bele lehet ölni. Érted, leülsz délután vele játszani, és lazán végignyomod hajnalig vele, hogyha esetleg olyanba vagy. Na jól is van. Nagyjából képben vagyok, hogy mit kellene összeírnom, úgyhogy mindjárt bele is kezdek majd a vodvágás mellett az évértékelő folytatásában. Hát, ha esetleg holnap tudok majd egy kicsit korábban kezdeni. Mit kell itt megnyomni, hogy ezt? Köszönöm szépen csatornánk patronusainak a támogatást, köszönöm Szilajkának, Barkatának, Old Murkolának, Feketereteknek, Szuzinak, Jonzutinak, Pukibubinak, Haxorznak. Aha, az tök jól működik az a screen most, ugye? De higgyétek el, hogy ez az ending screen akar lenni. Dorcsicnak, Sajtos Tejfölösnek, Velkornak, Bradacs B-nek, Zsolt B-nek, Banyegnek, Lódernek, Goremnek, K. Péternek, Joninak, Istinek, Zsószinak, Gévincének, Foltinak, Vitamin SC-nek, Grundárnak, Dark Donnak, HB2017-nek, Kat81-nek, Deárknak, Devtornak, Vegabékának, Dominiknek, Spektrának, Geoporszívónak, Intercizának, Peki Petrának, Zsocnak, Jaranzónak, Trilobita 01-esnek és a titokzatos 34-esnek is. Nagyon szépen köszönöm, hogy vagytok nekünk, köszönöm szépen, hogy támogatjátok csatornánkat, és remélem, hogy a jövő évben is mindenféle menő tartalommal tudok nektek szolgálni, nem csak azt, amit mindenkinek is nyújtok, hanem nektek majd különösen a patronusoknak. Szóval köszönöm szépen mindenkinek. Szilveszterkor nem leszek, mindenkinek boldog új évet. Szevasz, Judgment, boldog új évet. Akivel nem találkozunk, holnap az annak boldog új évet találkozunk, majd elsőjén. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek. Holnap mi nyomni fogjuk. Jó éjtakát!